Az Apadhanti Általános Iskolába érkezett a kalandőrület, ahol nagyban folyik a munka. Mellettem Sebestyén Bernadett, aki a csapat egyik szószólója. Mi minden történt eddig? Hát eddig megcsináltuk a Pál utcai fiúkat. Elég nehéz volt szerintem. Mi volt a nehézben? Hát ez az öltözések, meg ugye hazamenés, meg ilyenek, ez nehéz volt. Hogy készültetek az idei versenyre? Nehezen, mert nem tudtuk, hogy tavaly mi volt, és arra számítottunk, hogy idén is ez lesz, de hát nem. Szerinted milyen előnye van ennek a vetélkedésnek? Szerintem továbbtanulást éren, ugye az osztály kicsit így fejleszti a közösséget, meg ilyesmi. Mi az, amit megtanultatok vagy a felkészülés során, meg most a feladatok során? Csoportmunka. Csoportmunka azt. És azt gondolod, hogy ennek van jelentősége később? Igen. Miben? Hát, hogy így a közösségbe, hogy egyértelműen többet fogunk egymáshoz ragaszkodni. És igen. Mi van vissza még most, amit csinálnatok kell? Most a második feladatnál tartunk, és most majd megint mennünk kell folyamatosan. Ez lesz a feladat. Igen. Az Apadhanti Iskola vezetője Somogy Vádi Dita áll mellettem. Tanárnő, milyen előnyeit élvezik a gyerekek ennek a vetélkedésnek? Én úgy gondolom, hogy a pandémia miatt a lehetőségeink, a közösség összetartó játékokra gondolok, az eléggé redukálódott, és most kaptunk egy olyan B-tervet, amivel kicsit össze tudjuk rántani a gyerekeket, és újra közösséget tudunk formálni. Tehát, hogy ugye a pandémia pont a szerethető részét vett el az iskolának, most ebből kaptunk vissza egy kis ízelítőt, úgyhogy ez a mai nap, ezt erre áldozzuk. Ez egy szakmai felkészítő vetélkedés. Mik azok a potenciák, amit megkapnak a gyerekek? Ahogy a Bernadett is mondta az a korábbiakban, én úgy gondolom, hogy a csapat összetartás az mindenképpen pozitívumként jelenik meg. A kitartás, a konfliktuskezelés, a digitális kompetencia, a digitális inkompetencia, tehát ezek mind fontos részei a játéknak. És hát a monotónia tűrés is, és a kitartás. Azt hiszem, hogy amire a gyerekeket többek között nevelnünk kell, azok is helyet kapnak a játékban. Ez a továbbtanulásuk szempontjából fontos? Mindenképpen az élet szempontjából fontos, úgyhogy én bízom benne, hogy este 6 órakor már lesz egy átfogó képünk erről a napról. Most azt látom, hogy lelkesek a gyerekek, és hogy kapnak valami olyasmit, ami egy olyan kis magvacskát, amiből aztán lehet valami jó a középiskolában. Az, hogy a pályaválasztás ezt most mennyire fogja előre segíteni, azt még nem tudom, de ha este 6-kor megkérdez, akkor már tudni fogom. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Apadhanton az iskolában jártunk, folytatódik a kalandőrület.